Két norvég pénzeket kezelő alapítvány adószámát is felfüggesztették, támadják őket, pedig jól jön a pénzük a Fidesz vezette Balaton-Almádiban is. Megkapargatták a múltját, és lelepező cikkben megírták, Kovács Béla felesége a KGB-nek dolgozott, és a magyar politikus mellett van még két férje. Már Szíriában is támadják a Daesht, vagyis az iszlám államot, arab országok is csatlakoztak az Amerika vezette koalícióhoz. Jó estét kívánok, ez a Hír 24. Felfüggesztette az adóhatóság az Ökotárs és a Demnet alapítvány adószámát. A norvég civil alap támogatásait kezelő alapítványok közül így már csak az autonómia alapítványnak van érvényes adószáma. Közben Balaton-Almádiban a fideszes polgármester kampányol a norvég alap pénzéből létesült nagycsaládos hálózatos programért, vagyis a norvégok pénze jól jön. László Pár riportja. Néhány hete rendőrök rohanták le ezt az irodát, aztán olyan rövid határidővel kértek két nap múlva dokumentumokat, amik teljesíthetetlen. Ma pedig egy újabb kéz, a NAV keze sújtott le a norvég civil alappénzeit osztó szervezetekre. Felfüggesztették ugyanis az adószámukat. És miközben az alapítványok ügyvédei komoly tanakodásba fogtak, addig itt a festői Balaton-Almádiban, ahol pezsgő civil élet folyik, és itt nem csak az almádi gombászok asztaltársaságára gondolunk, egy másik kéz elfogadja a külföldi pénzt. Nem a norvég alapítványban. Persze nem a fideszes polgármester kapott kicsit több mint 5 milliót a norvégoktól, hanem a Start Balaton Szociális Szövetkezet és a Nagycsaládosok Balaton-Almádi Egyesülete. Igaz, ez utóbbi különösen kedves a polgármesternek. Az én számomra úgy jött le, hogy itt meg kell jelennem, majd idézőjelbe kell a kert, hiszen egy helyi civil szervezetről van szó, ráadásul még tagja is vagyok, tehát én nem, már ebből sem tettem volna meg, hogy nem leszek itt jelent. Ráadásul egy fontos tény is elhangzik itt, hogy mondom, a rásegítettek, vagy a rászorultakat segítik. A norvégok pénzelte program egyébként független munkaerőpiaci szakmai hálózatként a nők képességeinek és tehetségének érvényesülését, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség megteremtését segíti. A Nagycsaládosok helyi egyesületének vezetője szerint semmi furcsa nincs abban, hogy miközben a kormány épp vegzáltatja Lázár Jánossal a norvég civil pénzek magyarországi elosztóit, addig itt tulajdonképpen a polgármester kampányol velük. Sőt, ez egy szabad város. A Balaton-Almádiban nagyon-nagyon pezsgő civil élet van. Minden hónapban civil fórumot tartanak a polgármesteri hivatalban, a polgármester úr vezetésével, ahol mindenfajta problémával, ötlettel elő lehet drukkolni. A norvég nagykövetség tanácsadója szerint pont ez a lényege a norvég pályázatoknak. Nem érdekli őket, kit hova sorolunk mi itthon. Az a kérdés, hogy amire pályázik a civil szervezet, az szerintük elég jó-e. És ez a pályázat jó volt. Az adószámok felfüggesztését pedig így kommentált a Polgár Tamás. A norvég civil alap, ahogy a lebonyolító alapítványok ezt egyértelművé tették, a jelenlegi helyzetben is zavartalanul működik tovább, tehát a pályáztatás, a támogatott projektek, a szerződéskötés az tervek szerint folyamatosan működik tovább. Kerestük az Ökotárs alapítványt. Azt mondták, hogy az adószám felfüggesztését és a lehetőségeiket most jogászaik vizsgálják, ezért egyelőre nem tudnak érdemben nyilatkozni a jövőről. Itt a Balaton partján azonban van már hova fordulnia a kismamáknak, ha a munkáltatójuk nem akarja visszavenni őket szülés után norvég pénzből. László Pál, Hír 24. Gyakorlatilag búvliban maradt Magyarország. Legutóbb pénteken a Standard & Poor's jelezte, hogy teljesíthetőnek tartja a 2,9%-os költségvetési hiánycélt. A hitelminősítő azonban az is hozzátette, hogy a növekedés, az úgynevezett nyomott bázis, a nagyvonalú uniós támogatás és a rövid távú gazdaságpolitikai intézkedések eredménye. Középtávon azonban hátráltatják a növekedést. A hitelminősítő ez alapján megerősítette a búvlinak megfelelő adós besorolást. Vendégem a stúdióban Sarkadi Szabó Kornél, a Hungária értékpapír elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mit jelent ez a minősítés rövid és hosszú távon ránk nézve? Azt gondolom, hogy a Lehman csőd óta csökkent a jelentősége a hitelminősítők lépéseinek. Itt inkább azok az érvek fontosak, amit az S&P is felsorolt a minősítésnél. Ezeket az érveket, mint például az állam túlzott beavatkozása, a különadók, a banki terhek, a nem kiszámítható gazdaságpolitika, ezeket a pontokat a befektetők, a beruházók amúgy is beszámítják a döntéseiknél.
Tehát önmagában ez a hitelminősítő lépés nem fontos. Ez akkor lehet majd fontos későbbiekben, hogy egy negatív hangulat jön a nemzetközi környezetben, és előtérbe kerülnek a kockázatok. Akkor nézik meg a befektetők, hogy mely országok, mely gazdasági blokkok hitelminősítése negatív, értem, vagy bóli. Értem. Mennyire akarnak a külföldi befektetők Magyarországra jönni? Tudjuk azt, hogy Magyarországon, hogyha nem lennének az autógyárak, akkor valószínűleg bajban lennénk, ugye? Bajban nem lennénk, de minden esetre az előző fél év 3,5%-os növekedése és a válságból való kilábalásban óriási szerepet töltöttek be az autógyártók és az EU források lehívása. Tehát látni kell, hogy az előző 10 évben a gazdasági szerkezetben semmi nem változott. A 90-es évek végétől is inkább a munkaintenzív iparágok, autóipar húzta a gazdaságot, és ebből a szempontból az a baj, hogy a magas hozzáadott értékű, fejlettebb gyári technológiák nem kaptak teret, de az is fontos, hogy magában az autóipar segít, persze. Mit jelentene az, amit már többen is javasoltak, hogyha az Unió elzárná a csapokat? Hát nagyon messze vagyunk az uniós pénzcsap elzárástól, de azt látni kell, hogy az eddigi alacsony szintű beruházások nagy része is, 60-70%-a EU-s forrásokból táplálkozik Magyarországon, és ugye ezek eddig főleg infrastruktúrális beruházások voltak, nem munkahelyteremtő beruházások, de ezek eddig is növelték a gazdasági teljesítményt, csak nem tartósan az a baj. Lehet azt mondani, hogy mennyire sérülékeny az ország? Az ország most nem sérülékeny, van egy rendkívül kedvező külső környezet, az adósságunk a Lehman Brothershoz képest mind a magánszektor tekintve, mind az állami tekintve csökkent valamelyest, a külső kitettségünk valamelyest csökkent. Nyilvánvalóan, hogyha jön egy nemzetközi krízis, abban az esetben nem csak, hanem a régió is sérülékeny lehet. Varga Mihály bejelentette, hogy körülbelül 1700 milliárdos megszorításra készül. Bokros óta ugye nem volt ilyen bejelentés. Ez hogyan érint minket, a mi pénztárcánkat és egyáltalán az országot? Ez biztos, hogy a rétegnek fájni fog, vagy kinek fájhat. Kinek fog fájni? Nem tudjuk még, ugye az első benyomás az, hogy az eddigi nagy elosztó szektorok, amelyekhez nem nyúltak, mint az egészségügy és oktatás, és az állami szektor egyéb kiadási oldala, ezt fog érinteni ez a csomag. Nem tudjuk, hogy pontosan hány évre lebontva, az 1700 milliárd forint az nagy összegnek hangzik, de nem tudjuk, hogy ez hány évre fog vetülni. De azt gondolom, hogy ez észszerű lépés lehet, tehát egy ilyen lépést mindenki kedvezően fogadna, még akkor is a rövid távon lehetnek vesztesei a történetnek. A jegybank ma sem emelt kamatot, ez megfelelt egyébként az elemzői várakozásnak? Teljesen megfelelt a jegybank korábbi kommunikációjának is, hiszen megálltak a kamat csökkentéssel, ezt bejelentették már korábban, mindenki ezt várta. Uh-huh. Nincs szükség további lépésre ahhoz, hogy a jegybank elérje az infláció célokat, a pénzügyi stabilitás megmarad, a forint egyelőre stabil, de nem tudjuk, mi lesz a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt volt és köszönöm ezt elmondta. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hogyan lopnak a profik, hogyan kell megúszni az ittas vezetést, és hogyan kell diplomát intézni, úgyhogy az ne legyen hamisítás. A többi közt ezekről beszél a Magyar Nemzet online-on közzétett hangfelvételen Garabics Károly, a baloldali pártok közös Erzsébet városi jelöltje. A hír hallatán már ki is hátráltak mögüle a pártok. Garabics volt MSZP-s, majd fideszes, most úgy tűnik végül függetlenként indul. Benyó Rita riportja. Ezek idióta búvaldéknak megmondtam, lopni azt tud, aki profi a szakmájában. Az amatőr az megbukik. A többi közt ezt a tanítást adja elő Garabics Károly a Magyar Nemzet online-on nyilvánosságra hozott hangfelvételeken. De beszél még okirathamisításról, áligazolványokról. Hamis volt a diplomája, minden hamis volt. Tehát alig tudtam kicserélni, elszedni az eredetit, mert a tudomásolat az nem bűncselekmény. Tehát a fénymásolat nem okirat, az igen, a fénymásolat az nem okirat hamisítás. Azt is kifejti, hogy inkább sörös, de mostanság fröccsözik és vezet, de a rendőrök úgysem zargatják. Hát mondjuk itt minden, a 7., a 14., a 15. rendőr kapitány mind barátom, érted? Nagyon nem kell félnem, van háromféle rendőrigazolványom, ha megállítanak a jelnézést. Ezen a fotón a teljes 7. kerületi baloldal felvonul. Farkas Ferenc polgármester jelölt mögött Garabics Károly. Az Együtt Erzsébetvárosért Egyesület jelöltje, de támogatja az MSZP, a DK és az Együtt is. Legalábbis eddig.
Azt sem tudom, hogy azóta Garabics úr megnyilatkozott-e, vagy valaki erről tette valamilyen megnyilvánulást. Azt tudom, hogy én magam, a budapesti MSZP és az egész országos MSZP ezektől, ha amennyiben igazak ezek, és hangfelvétel valós, és nem összevágott, hanem igazságtartalma van, akkor ettől messze menőkig elhatárolódunk. Nem volt még alkalma meghallgatni ezt a hangfelvételt, amiről most beszél. Meg kell nézni, hogy erre van-e bizonyíték, és hogyha van bizonyíték, akkor igen, meg kell tenni a szükséges lépéseket. Nem tudom, hogyha ez akár egy büntetőügy, akkor a büntető jogi lépéseket kell megtenni természetesen. Garabics úr információnk szerint függetlenként folytatja tovább a kampányát, de a Demokratikus Koalíciónak az az álláspontja, hogy jobban tenné, hogyha egyáltalán nem indulna az önkormányzati választáson. Garabics egyébként már mindenhol megfordult. 94-ben MSZP-s önkormányzati képviselő volt, majd független, majd megalapította a már említett Együtt Erzsébetvárosért Egyesületet. 2005-ben a Fidesz hívta magához, és többek között Dajcs Tamás ajánlására a helyi Fidesz alelnöke is lett, de 2006-ban már nem került fel a Fidesz listára. Garabics saját bevallása szerint milliárdos vagyonnal rendelkezik, a kerület egyik legbefolyásosabb üzletembere. Neve több Király utcai ingatlanügy és a Hunvald ügy kapcsán is többször megjelent. Benyó Rita, Hír 24. Az Együtt PM hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést Kishantos ügyében. Szabó Rebeka a PM elnökségi tagja jelentette be, miután két talicska trágyát szórta ki a Földművelésügyi Minisztérium egyik ajtaja elé. Mindezen arra utaltak, hogy a kishantosi földeket is elkezdték az ottani bérlők műtrágyázni, ezzel jelentősen csökkentve azok értékét. Márpedig a politikus szerint ez felveti a hűtlen kezelés gyanúját. Saját őrzővédő céget alapított a jegybank 200 millió forintos alaptőkével. Ez az MNB biztonsági feladatait fogja ellátni. A jegybank korábban nagyértékű ingatlanokat vásárolt, egyetemi oktatásra költ, és szállodai szolgáltatás végzésére egy úgynevezett jóléti céget is alapított. Mindez nagyjából 200 milliárd forintba kerül. Nem minden klappol Kovács Béla önéletrajzában. Az Index újságírója leleplező cikket közölt, miután hónapokon keresztül nyomozott az jobbikos EP képviselő múltja után. A tényfeltáró írás szerint Kovács Béla orosz felesége a KGB-nek dolgozott, és a magyar politikus mellett van egy japán, meg egy osztrák férje is. Kovácsot már májusban is azzal vádolta meg a Fidesz, hogy a KGB egyik aktív ügynökével találkozgatott. Bátori Róbert összeállítása. Kovács Béla született 1960-ban, egy tókiói magánegyetemen tanult 1984-től. Két évvel később Moszkvában végez. A 2000-es évek elején költözik Magyarországra feleségével, 2005-ben lép be a Jobbikba, 2010-ben pedig már EP képviselő. Kovács Béla önéletrajzában nem minden klappol, és nincs is benne minden. A májusban kirobbant EP képviselő kémügye körül hónapok óta csend van, pedig a politikus miatt nyár elején a Nemzetbiztonsági Bizottságot is összehívták. A Jobbik elnöke is tartott sajtótájékoztatót az ügyben, de Kovács Béla egyszerűen csak kisétált a képből. Éppen ezért nem véletlen, hogy most Kovács nekem... Kovács közben, jól látjuk? Szegeden. A zárt bizottsági ülésen elhangzottakat 2042-ig titkosították. A végén meg csak ennyit mondtak el. Kép- és hangfelvételekkel alátámasztott dokumentált tájékoztatást adtak a bizottság valamennyi tagjának. Kovács Béla a KGB egyik aktív ügynökével találkozgatott. Az Európa Parlament is kérte mentelmi jogának felfüggesztését, de azóta sem történt semmi az ügyben. Kovács Béla felesége a KGB-nek volt a munkatársa, a KGB futára volt. Csak hogy az Index újságírója május óta oknyomozott a jobbikos politikus után. A családi verzió szerint Svetlana Istosina Kovácssal Tokióban ismerkedett meg, össze is házasodtak. A japán állami televízióban dolgozott, ezt mondta a nőről Kovács Béla májusban. Ennek viszonylag könnyen utána tudtam menni, ott éltek Japánban akkor oroszok, egyébként szintén KGB-sek, velük fel tudtam menni a kapcsolatot. Nagyon egyszerűen, ugyanis volt néhány olyan KGB-s, aki ott hagyta a KGB-t, valaki 91-ben, aztán 2003-ban az Egyesült Államokba ment, említem is a cikkbe. Ő világosan megmondta nekem, hogy akkoriban, 70-es, 80-as években, ha valaki szovjet állampolgárként ott volt Japánban, az vagy a KGB ügynöke, vagy a KGB hírszerzője, munkatársa, vagy a szovjet katonai titkosszolgálat, a GRU embere volt. A nő állandóan utazott,
főleg olyan helyekre, ami stratégiailag fontos volt a szovjeteknek. Erre a saját pénzéből nemigen futhatta, de állítólag Kovácsnak ez sem tűnt fel. Meg az sem, hogy az orosz felesége hirtelen osztrák állampolgár lett. Meg az sem, hogy rajta kívül párhuzamosan volt még két férje, egy japán meg egy osztrák. Az, hogy valaki nem teszi fel a kérdést a feleségével, a szerelmével kapcsolatban, hogy hát hova utazol, drágám, ilyen sokat, hogy te osztrák állampolgár vagy, hogy könnyített eljárásban ezt megkapta 88-ba. Ezek szerintem arra utalnak, hogy Kovács Bélának tudnia kellett azt, hogy a felesége mivel foglalkozik. Kovács Béla először a Facebookon reagált az Index cikkére, azt írta. Megdöbbenve értesültem arról, hogy családtagjaimat nem csak a hivatalos szervek zaklatása, hanem alantas szándékú médiabohócok pióca módjára rátelepedő firkászok támadása is érte. Meg azt is. Ennek az egész folyamatnak az egyik legocsmányabb és számomra legvisszataszítóbb, legembertelenebb momentuma volt az a része ennek a nyomozósdi történetnek, ahogyan a firkász információim szerint családfa kutatásomba kezdett. Kovács Béla ma délután közleményében azt írta, napnál is világosabb, hogy az újságírót és az Indexet titkosszolgálati dezinformációkkal manipulálták. Bátori Róbert, Hír 24. Magyarországon nem számít állatkínzásnak, ha kidobnak egy kutyát az ablakon. Még akkor sem, ha az állat elpusztul. Legalábbis a rendőrség szerint. Megszüntették az eljárást az ellen, a Dajka ellen, aki még májusban hajította ki a kutyáját így az ablakon át. Az ott lakók akkor mécsesekkel emlékeztek meg az ebről, az állatvédőrség pedig tüntetést kezdeményezett. Magyarországon évente 200 embert ítélnek el állatkínzás miatt. Török Réka riportja. Milo-t sokan ismerik a Mask című filmből. Ennek az épületnek az 5. emeletéről májusban pont egy ilyen kutyát dobtak ki az ablakon. A kutyus olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy el kellett altatni. Én nem is tudom, egy kutya tulajdonos hogy tud eljutni idáig, hogy egy fiatal, nem is olcsó fajta kutyával ilyesmit művelt. Ezt már az egyik közeli lakó mondja. Nagyon kutyabarát környék az övék. A sors fintora, hogy a ház aljában éppen egy kutya kozmetika található. Az elkövető arra hivatkozott, azért dobta ki az állatot, mert megharapta a gyerekét. Szerintem mindenképpen több évre el kellene ítélni az ilyen kutyakínzókat. Több szemtanú is látta később a gyereket, akin semmilyen sérülés sem volt látható. Ha valaki vállal egy állatot, az felelősség teljesen vállalja, nem pedig ilyet, hogy az emeletről kidobja, mert nem a kutya akart oda menni, ő akarta oda vinni. Az Országos Állatvédőrség garázdaság miatt eljárást kezdeményezett. Szerintük egyértelműen fennáll az állatkínzás ténye. A rendőrség szerint viszont nem állapítható meg bűncselekmény, ezért a nyomozást megszüntették. Pedig a törvény egyértelműen kimondja, hogy állatkínzásnak minősül az, ha valaki oly módon bántalmaz egy állatot, hogy maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okoz. És ez ráadásul 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Nem büntethető, hanem büntetendő. Az elkövető arra hivatkozással, hogy a gyermekének az életét veszélyeztette az állat, és ezért tette meg ezt a cselekedetet. Ez igazából, ha a kutyapszichológiai szempontból is nézzük, elfogadhatatlan, hiszen ez a kiskutya, ez egy 3 kilós kutya volt, aki nem, tehát elképzelhetetlen az, hogy egy életet veszélybe tudna ilyen szinten sodorni. Lett volna más megoldás. Például bevihette volna a kutyát a menhelyre, vagy elzárhatta volna a gyerektől, ha tényleg olyan veszélyes. Az elkövető egyébként Dajka egy óvodában, aki nap mint nap kicsi gyermekekkel foglalkozik. Sajnos volt más olyan állatkínzásos esetünk is, ahol mint kiderült az elkövető például gyermekápolóként, gyermekgondozóként dolgozott. Számunkra ez furcsa és összeegyeztethetetlen, hiszen ugye egy állat az pont annyira rá van szorulva egy felnőtt ember gondozására és ellátására, mint egy kisgyermek. A 28 éves nő, aki a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt azzal, hogy kidobta a kutyáját, ebben az óvodában dolgozik. Próbáltuk megszólaltatni az itt dolgozó kollégákat és szülőket egyaránt, de nem kívántak kameránk elé állni. Az elmúlt években azt tapasztalható, hogy egyre ritkábban jutnak el a rendőrséghez az állatkínzásos ügyek. Persze sokkal több állatkínzásos eset van, mint amennyiből eljárás lesz.
míg 2010-ben több mint 1100-szor, addig tavaly csak 715 esetben indult eljárás. Török Réka, Hír 24. Megkezdték a Daesh az iszlám állam elleni légi csapásokat Szíriában az Egyesült Államok és szövetségesei, az arab országok. Barack Obama azt mondta, az Amerikát is fenyegető szélsőségesek sehol sem találhatnak menedéket. Egyes jelentések szerint mostanra több mint 120-an meghaltak közülük. Az USA folytatja Szíria és Irak hadseregeinek felfegyverezését és szárazföldi egységeinek kiképzését is. Bálnaki Sztella összeállítása. Az első rakéták az Egyesült Államoktól és arab partnereitől az iszlám államnak, Szíriába. És egyben egy erős üzenet, nem nézik tétlenül a terroristák tombolását. A Daesht, ahogy a világ a dzsihadistákat legújabban szólítja, magyar idő szerint hajnal 2:30 óta vadászgépekkel, bombázókkal és Tomahawk robotrepülőgépekkel támadják. Amerika mellett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Bahrein és Katar is támogatja a támadást. Mintegy 20 pontot vettek célba, köztük a legfontosabb támaszpontnak számító Rakka városát, továbbá a terroristák gyülekezési helyeit, irányító központokat, edzőtáborokat és fegyverraktárakat. A támadásoknak már most több tucat sérültje és áldozata lehet. Az amerikai külügyminiszter a támadások megkezdése előtt néhány órával levélben értesítette Szíria ENSZ képviselőjét, de Bashar al-Assad kormányától nem kért engedélyt a légi csapásokhoz. A hónapok óta elnyomásban élő rakkai civilek a CNN-nek nyilatkozva üdvözölték a nemzetközi fellépést. Közben bebizonyosodott, hogy Algériában a Daeshhez köthető szélsőségesek túszul ejtettek egy francia turistát. Párizs erre azt közölte, mindent megtesz a kiszabadításáért, de nem enged a zsarolásnak. Nem tárgyal az iszlamistákkal, folytatja a bombázást Irakban. Bálnaki Sztella, Hír 24. Lőszer, macséta és fejszék is voltak annak a férfinek a kocsijában, aki pénteken átugrotta a Fehérház kerítését, majd egy késsel a zsebében addig rohangált, amíg a biztonságiak fel nem tartóztatták az épületben. Meghallgatásán kiderült, hogy egyszer már júliusban is letartóztatták. Akkor két puskával és a Fehérház alaprajzával környékezte meg az elnöki család otthonát. Augusztusban egy fejszével sétált be a ház kertjébe. A texasi férfi korábban az Egyesült Államok katonájaként Irakban harcolt, ezért kitüntetést is kapott, most büntetésre számíthat. A napszáma a 10, ma került forgalomba az új 10 eurós bankjegy, de természetesen a régi tízesekkel is lehet még fizetni, ezeket később vonják ki a forgalomból. Az új 10 eurós papírpénz nehezebben hamisítható, viszont könnyebben ellenőrizhető. A biztonságot szolgálja az új hologram csík és egy új vízjel is, amelyeken európé látható a görög mitológiából. És most jöjjenek még egyszer a nap legfontosabb hírei. Két norvég pénzeket kezelő alapítvány adószámát is felfüggesztették, támadják őket, pedig jól jön a pénzük a Fidesz vezette Balatonalmádiban is. Megkapargatták a múltját és leleplező cikkben megírták, Kovács Béla felesége a KGB-nek dolgozott, és a magyar politikus mellett van még két férje. Már Szíriában is támadják a Daesht, vagyis az iszlám államot, arab országok is csatlakoztak az Amerika vezette koalícióhoz. Ez volt már a Hír 24, tudják naponta négyszer hírek, itt a Story 4-en, tartsanak velünk, viszontlátásra!